Best for Soil. A talaj anaerób fertőtlenítése, előnyök és hátrányok. Hello, Lendert, a Wageningen Egyetem kutatója vagyok Hollandiában. Én foglak tájékoztatnia az anaerób talajfertőtlenítési módszer, azaz az ASD előnyeiről és hátrányairól. Ha nem tudod, mi az ASD, akkor nézd meg az ASD-vel kapcsolatos gyakorlati információkat tartalmazó Best for Soil videót. Mi az az ASD? Maga az ASD kifejezés anaerób talajfertőtlenítést jelent. Ez olyan egy eljárás, amely időben korlátozott anaerófeltételeket feltételeket teremt a talaj felső rétegében. A legtöbb kórokozó és fonálférgek nem képesek túlélni ilyen feltételek mellett, ezért elpusztulnak. Az ASD önmagában hektáronként és a talajmélység centiméterenként egy tonna friss növényi anyag, fű vagy zöld rágya kijuttatását jelenti. Gyakran 40 tonna per hektár anyag kerül ki a talaj felső 40 centiméteres rétegébe. A talajnak nedvesnek vagy öntözöttnek kell lennie. A felületet fényzáró fóliával takarják le. A megcélzott organizmusok függvényében 6 hétig kell jelen lennie. Az ASD számos fonálféreg ellen nagyon hatékony. Például a gyökérfonálférgek, a burgonya-cisztaképző fonálférgei, a meloidogine csitúdi a falax és inkognita gyökércsomó fonálférgek és még a tilenkusz dipszacsi szárférek száma is jelentősen lecsökken. A rizoktónia szoláni AG3, a verticillium dália és a sclerotinia sclerotiorum gombák sem maradnak fenn a jól elvégzett ASD-nél. Az ASD-t sikeresen vezették be a verticillium dália és a spargus eper termesztésében visszaszorítva a fuzárium oxysporum FSP asparagi kórokozókat. Mivel a talajba csak a szerves anyag és víz épül be, a fertőtlenítési folyamat után nem maradnak nem kívánatos vegyszerek a talajban. A talaj nem steril, mint például gőzölést követően. Számos jótékony organizmus túléli az asd és napokon némelyikük akár órákon belül magához tér a VIF eltávolítása után. Egyes fajokat nem károsít az ASD. Például trichodorok, más néven szabadon élő fonálférgek, amelyeket a tohány retlvírus terjesztik. A sárgarépában és a cukorrépában előforduló AG2 rizoktóniás betegséget nem A sárgarépában és a cukorrépában előforduló AG2 rizoktóniás betegséget nem érinti. A pütyom okozta problémák az ASD után még súlyosbodhatnak is. Tehát az ASD előtt tudnod kell, hogy mely kártevők vagy betegségek fordulnak elő az adott területen, és ellenőrizni kell, hogy az ASD hatékony-e. Az ASD nem hatékony 15 C fok alatti talajhőmérsékleten. Az északi országokban ez azt jelenti, hogy az eljárás nyáron kell alkalmazni. Az ASD végrehajtásához válaszza ki egy korai betakarítású fűnövényt, ilyen például a saláta, a borsó, az őszi árpa. A fényzáró fólia, VIF sérüléseit rendszeresen ellenőrizni kell, a lyukakat haladéktalanul javítsd ki, mivel rajtuk keresztül az oxigén visszatér a talajba, ez pedig megálltolja a módszer hatását. A VIF csak egyszer használható és nem újra hasznosítható, ettől lesz ez az eljárás drága. Az olyan alternatívák, mint például a permetezhető bevonat vagy egyéb újrahasznosítható műanyag, még kutatástárgyát képezik. Jelenleg ez a módszer olyan nagyértékű növények esetében valósítható meg, mint a spárga, az eper, illetve kis területek első kultiválásakor történő kezelése. Azok a hasznos talajorganizmusok, amelyeknek folyamatos oxigénellátásra van szükségük, például a földi giliszták nem fogják túlélni az ASD folyamaton.